Hát legyek őszintén, amikor ugye hoztak a március elé a ló, akkor nem bíztunk, hogy lesz valami komoly eredmények, mert a kondíció nem volt tökéletes a ló, azért ezt télen kihagyta a téli munka, mert volt valami műtés a lába is. És a tulajdonosok úgy beszéltünk, hogy a cél az Imperial D, és adtunk neki időba, tudtunk úgy tud fokozatosan készülni a ló, és a végében nagyon-nagyon komoly eredmények mutatta a ló, ami tényleg meglepődtem. Cirkvandinak nagyon jó tűnik ez a verseny, mögötte pedig ott van a szlovák, Great Touch, nem nagyon tud jönni Aurora Borealis, viszont megnyeri a versenyt Cirkvandli mögött viszont jönnek a külföldiek, jön a szlovák és jön a szerbló, magyar-szlovák-szerb győzelem, Cirkvandli, ő a nyerő. Hála Isten volt sok időnk, mert tulajdonosok a Bábolna nem siettek minket, akkor meg tudtam ismerni a ló, milyen a munka. Volt a kérdésem, amikor először is futott a nálunk, hogy fut blinkers vagy nem, mert addig mindig blinkersbe futott a verseny, nem tudtam dönteni, most nem akartam variálni, első versenyben levegyem a blinkers, mert a munka alapjában úgy láttam, hogy nincs szüksége, de mondom, akkor először fussunk úgy, majd meglátjunk, és azért ott kikapott, akkor második érte, és azóta már levettem a blinkers a munka, majd a verseny is, és úgy sokkal jobban futott a ló, mi addig. Hatalmas lendülettel Cirkvandli, illetőleg Báthori Vignak nagyon komoly küzdelmet, Báthori visszajön a meccsbe, és Báthori nyeri meg végül a futamot, ő nyert, mögötte érkezett Cirkvandli, és harmadik helyen Dante Speak érkezett oda. Aló, az egész szezonban úgy lovagoltam versenyt, mert úgy is dolgoztunk vele, hogy inkább várásban, ne robogja. És ott azért a három évesek két kanca, ami voltak, kis súlya vittek, nagyon mély volt a pálya, erős tempót diktáltak, és azért próbáltam sporolni aló. És már amikor fordultunk az egyenes, nagyjából már tudtam, hogy oda fogunk érni az első helye cél, mert tudtam én, mit aló a vége, speedje. Jön Cirkvandli, jön Centa, Simple West pedig elfáradt, Cirkvandli a végén el fogja kapni, Cirkvandli az utolsó métereken nyer, Simple West mögött pedig Centa a harmadik, Rabbit Havanna a negyedik, Forjú az ötödik. Az ő erősége a végspeedje, van neki ilyen jó 300-400 méter speedje, és nagyon intelligens lovaglás a versenyben oda fogsz helyezni, hova szeretnész, nem erőlteti magát, csak nyugodtan lehet vele ülni. Úgy azt mondanám, hogy a végspeedje az erőssége neki. Dante Speak átvette 200-nál a vezetés, Dante Speak, Cirkvandli, kívül pedig Grioni, jön a három favorit, Dante Speak egyelőre elől, de csak az utolsó 50 méterig, mert Cirkvandli terítja Stanislav Georgiev, Dante Speak védekezik, Dante Speak vagy Cirkvandli elől van, Cirkvandli nyeri a Buccaneer díjat, Dante Speak lesz majd a második. Közben jött, hogy beszéltünk a tulajdonosok a Bábolna, hogy próbáljunk Olaszország, vagy itt fussunk a Budapesti. Én mindenfele szerettem próbálni Olaszország, és ott kicsit nem voltunk nagyon biztató, hogy legyen, mert ez a koronavírus miatt nem tudtunk a helyzet, és az utolsó pillanat akkor döntöttünk, hogy megyünk Olaszország. Con Visaia si incorda sotto la minaccia di Cirkvandli e di fuori a tutti che stanno passando nell'ultimo tratto Black Horus e Cirkvandli e Visaia si tre lotta forse Black Horus. A mi szavazatunk a versenyszervezői Cirkvandlié volt, teljesen egyértelmű az a teljesítmény, amit nyújtott, és leginkább, amit Milánóban produkált, hiszen mégiscsak az volt az idei év legnagyobb nemzetközi sikere magyar szempontból, az gondolom jogossá tette őt az év lova címre, és egy magyar tenyésztésről, és hát egy overdose. És ilyenkor sajnálhatjuk, hogy overdose-nak egyetlen egy éve volt csak Diós pusztán, mert én biztos vagyok benne, hogy még Cirkvandlinál jobb lovak is kijöttek volna tőle, de minden esetre overdose változat itt van közöttünk, és Cirkvandli Stanislav Georgievnek dicséretére szóljon, hogy egy sérülésből jött vissza, szépen fokozatosan építette föl, nagyon óvatosan rakta őt csak versenybe, egyre fokozta nála a terhelést, illetve az ellenfeleknek a minőségét, hiszen tudjuk, hogy azért egy ilyen napi főfutamban hozta ki először, és ott nézte meg, milyen formában van. Szerintem teljesen megérdemelte lett Cirkvandli az évlova. Nagyon szimpatikus teljesítmény nyújtott. Golden Sea és Cirkvandli között a versenyszervezőnél egyértelműen a milánói nagy nemzetközi siker döntött és billentette el abba az irányba a mérleget.
az igazolja választás helyességét, hogy nemzetközi megmérettetésben is helytált, és egy olyan black type versenybe tudott jó eredményt elérni, aminek a formája azt mutatja, hogy fölötte áll a jelenlegi magyar versenylovak képességének. Még a Cirfandlinál azt is megjegyezhetjük, hogy az ő teljesítménye abból a szempontból értékesebb, hogy a distansza 1600 méter, és tudjuk, hogy a mérföld az a legnagyobb fokmérő, a mérfölden sokkal magasabb számmal tudnak olyan versenyeket megnyerni, mint hogy mondjuk kis alacsonyabb számmal tudnak 2000 méter fölötti versenyekben lovaink szerepelni. Most pihen, majd januárban kezdünk vele téli munka. Én szerintem jövőre mit lehet erősebb a számítom, mert azért idén futott a hatszor, nem volt úgy teljesen kicsavarodva alul, és szerintem jövőre még jobban is kéne lenni neki.